vasárnapi alkalmából. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk egy kis látogatásra. Fogtok látni állatkórházi berendezéseket, cicát, kutyát, egy jó nagy bulit csapunk most együtt. Viszont előtte beöltöztetünk mindenkit kis állatorvosnak. Jó, és akkor mindenkinek adunk egy sapkát a fejecskéjére, meg egy maszkot. Most nincs egy kicsit állatorvosnak. Kicsit csendben, ugyanis jön egy nagyon különleges vendégünk. Megfogom őt is, igen. Ő itt Olivér a patika cicánk, ő itt lakik a rendelő patikájában, és ez egy nagyon-nagyon rendes, 2 éves kandúr cica. Hál' Istennek ő nem beteg, egészséges, úgyhogy csak azt jött nekünk bemutatni, hogy hogyan működik egy állatorvosi vizsgálat. Általában felrakjuk ide az asztalra a kutyusokat, cicákat, és át kell nézni rajtuk dolgokat. Mit szokott szerintetek megnézni a cicán kutyán az állatorvos? Halkan jó, mindenki jelentkezik. Igen? Na, mit néz meg az állatorvos? A hasukat. Bizony, át szoktuk tafogatni a pocakját. Mi megnézzük, hogy fáj-e neki, szerinted? A fejét. Megnézzük a fejecskét. A fejecskén több dolgot is meg tudunk nézni. Belenézünk a fülecskéjébe. Nagyon szépen hagyja meg. Belenézünk a szájába. Így van, belenézünk a szájába is. Megpróbáljunk belenézni Oliver szájába? Na, figyeljetek. Jaj, de ügyes ez az Oliver. Oliver nagyon ügyesen hagyja. Én nem láttam. Hát nem is neked kell feltétlenül látni. Köszönjük szépen! Nagyon ügyesek vagyok, kapcsoljuk meg magunkat is! Nagyon szuper volt! Köszönjük szépen!